évek óta csináljuk mi ezt a hagyományőrző tolfosztást, hiszen ebbe a faluba, amikor még innott a falu volt, szinte minden udvarban voltak libák, és hát libatól is akadt, amit télen szoktak megfosztani, tudjátok nagyon jól, amiből nagyon finom takarók lettek, párna lett belőle, dunyha lett belőle, és hát az bizony kellett télen a fütetlen szobákban, mert nem igen fütöttek télen a szobákban. A nyugdíjas klub tagjait az Inotai Tagiskola diákjai köszöntötték egy rövid irodalmi műsorral. A gyerekek ezúttal Kodály Zoltán Székely Fonó című táncjátékának jeleneteit mutatták be. A műsor után asztalhoz ültek mindannyian, és jó hangulatú beszélgetés közben láttak neki a tolfosztásnak.